jótékonysági koncertet adott a Frédéric Chopin zenei alapfokú művészeti iskola tanári karának egy része a Premontrei Perjelség új auditoriumában a hangversenyterem befejezésének támogatására. Március 31-én kihirdették a 2016-os Gödöllői Nemzetközi Természetfilmfesztivál keretében megrendezett diák film és fotópályázatok eredményeit. A versenyre a térség 6 településéről számos iskolából érkeztek alkotások. Áprilisban is különleges programokkal várja a látogatókat a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ. A rendezvények egy része a jubileumi tematikus évhez kapcsolódik. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli idén a Cimbali Band. A zenekar születésnapi koncertsorozatának következő állomása Gödöllő.